Üdvözöljük kedves nézőinket! Dobrý deň, vážení diváci! Mai adásunkban a következő témákkal foglalkozunk. Koronavírus, szúnyoggyérítés, kötelező óvoda, úrnapja, interjú Sztojka Imrével, sport. Adásunk végén magazin műsorunkban a trianoni megemlékezésről láthatnak összeállítást. V našom dnešnom vysielaní sa budeme zaoberať s nasledovnými témami. Koronavírus, likvidácia komárov, povinná školská dochádzka, Božie telo, rozhovor s Imrichom Sztojkom, šport. V závere našho vysielania si môžete pozrieť zostrih pripomenutia si trianonskej zmluvy. Egyre enyhébb intézkedések vannak a koronavírus járvány megfékezése érdekében. A komáromi járás május 31-től sárga besorolású lett. A szabályok alapján már nem kell FFP2-es maszkot hordani beltéren sem, elég egy egyszerű maszk. Az éttermekben, vendéglátó helyeken bent is fogyaszthatunk ételt, italt, egyre több szolgáltatás is megnyithatja kapuit a megfelelő óvintézkedések mellett. A javuló helyzet ellenére kérjük nézőinket, tartsák be a higiéniai előírásokat és vigyázzanak magukra. Postupne sa čoraz viac uvoľňujú opatrenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Od 31. mája je okres Komárno zaradený do žltého pásma COVID-automatu. Znamená to, že už nie je potrebné nosiť respirátor FFP2 ani v interiéroch a ako ochrana postačí rúško. V reštauráciách a pohostinstvách je možné konzumovať jedlo a nápoje a čoraz viac poskytovateľov služieb smie otvoriť svoje prevádzky popri dodržaní predpísaných opatrení. Napriek zlepšujúcej sa epidemiologickej situácii vás prosíme o opatrnosť a dodržiavanie hygienických predpisov a doporučení. Potom, ako odborníci prešli celé Kolárovo a jeho okolie a zmapovali vodné plochy a larvy komárov, začalo sa s biologickou likvidáciou. O podrobnostiach nám porozprával Zoltán Katona, spolupracovník firmy Derekat, ktorá likvidáciu vykonáva. Miután szakemberek körbejárták Gútán és környékén a vizes területeket és feltérképezték a szúnyoglárvák lelőhelyeit, megkezdődött a biológiai gyérítés. A részletekről Katona Zoltán, a szúnyogírtást végző cég, a Derekat munkatársa számolt be stábunknak. Jó napot kívánok! 42 éve a cégünk működik, és főleg szúnyogírtás nyári szezonban. Programaink vannak a többi, rágcsálóírtás, fertőtlenítések, COVID előtt, COVID után. A tegnapi eredmények a fölmérés alapján a dr. Jalilival fölmértük a gútai területeket, a elöntött részeket, ahol megállapítottuk, hogy körülbelül olyan százszoros lárvát tudtunk a tavakba találni, tehát nagyon szükséges ezzel írtószerre, úgy hívják vektorba, tehát a lárva írtószerre kezeljük, és most a többi helyeket is ugyanúgy, mint Esztet, az első helyünk, ahol tehát egy új rendszert vezettünk be, kipróbálásról, és már tegnap este, háló Istennek, ki tudtam próbálni, és nagyon jól működött, egy éjszakás, egy napos eredményünk is azt mutassa, hogy nagyon szükséges használni, tehát nem csak bakteriális használat, mikor már kiröpülnek, mert az első-második fázisra nem hat, és azt állapítottuk meg, hogy 70-80%-os körülbelül a lárvák, és ez a harmadik-negyedik fázisban szükséges ez a munka, hogy elvégezzük. Tehát minimalizáljuk ezzel is, és a, mi nekünk a mi államilag megengedett, tehát a szlovák egészségügy megenged bakteriális és egyenes kémiai kezelést a területeken, ahol szúnyogok vannak, és lárvák vannak. Ez bakteriális kezelés. Lárvák főleg, ezek a mocsaras, ahol a talajvíz kijön, és még határozatlan időre is nem tudjuk megmondani, hogy milyen időközönként kennek, mert csak akkor jönnek elő ezek a lárvák, mikor ilyen mocsarak, vízterületek, akár minél 5 centis, 10 centis vízterület, ezeket nagyon szeretik, és azért kezeljük a széleiket itt a gútai részeken is, a elöntött részeken, mert a nagy vizekbe kár is beletenni, mert ott a halak még a békáknak a élelme. Ez tehát ott nem dolgozunk. Tehát a környezetvédelem szempontjából nagyon fontos.
nem a vizekbe, nem oda aplikálják, hanem ilyen pocsótákba. Hát ha egy-két hal oda kerül, lehet, hogy nyilván megeszi. Mert tennap is láttunk egy helyen, hogy fönt volt a víz, és láttunk ott valami kis halat. De úgy kimondottan ők ilyen pocsolyákba járnak, ahol hát nem nagyon szabadnak, nagyon-nagyon halatnak lenni. A gótai közös tanügyi hivatal értesíti a tisztelt szülőket, hogy az aktuális jogszabályok értelmében a 2021-22-es tanévtől kezdődően annak a gyermeknek, aki 2021. augusztus 31-ig betöltötte 5. életévét, kötelező az óvodai látogatás. Kérem azon szülőket, akik ezidáig még nem iratták be gyermeküket az óvodába, azt mielőbb tegyék meg. Bővebb információk találhatók a Góta TV hirdetései közt, illetve az óvodák honlapján. Spoločný školský úrad v Kolárove oznamuje váženým rodičom, že podľa aktuálnych právnych predpisov je od školského roku 2021 až 2022 pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta 2021, predškolské vzdelávanie povinné. Prosíme tých rodičov, ktorí ešte neprihlásili svoje dieťa do materskej školy, aby tak čím skôr urobili. Viac informácií nájdete na teletexte Guta TV a na webovej stránke materskej školy. Božie telo je katolícky sviatok, sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Je pripomienkou skutočnej prítomnosti Ježiša Krista, spasiteľa sveta vo sviatosti oltárnej ako Boha a človeka a je spojený s procesiami, eucharistickými pochodmi naprieč mestami a obcami, sprevádzanými modlitbami. Charakterizuje ju bohatá kvetinová výzdoba. Na sviatok Božieho tela pani príroda vyoblieka jar alebo skoré leto do prekrásneho kvetinového rúcha. Procesia v tento katolícky sviatok má svoju vlastnú liturgiu. Na jednotlivých zastávkach sa prečítava z Evanjelia a farár žehná na všetky svetové strany. Zúčastnení sa v týchto chvíľach modlia aj za všetky duše, ktoré požehnanie na 4 svetové strany zastihlo. Tohoročná procesia sa neuskutočnila, ale my si tento sviatok pripomíname prostredníctvom našich archívnych záberov. Az Úr napja katolikus ünnep, az Úr szent testének és szent vérének ünnepe. Jellemzően körmenet kapcsolódik hozzá. Általános szokás a körmenet és a sok virágdísz. Az Úr napja idejére már teljes virágdíszbe öltözteti a tavaszt vagy a koranyarat a természet. Az úrnapi körmenetnek saját liturgiája van. A stációknál evangéliumot olvasnak, és a pap az égtájak felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is imádkoznak, akiket a 4 égtáj felé osztott áldás akaratlanul is elér. Az idei úrnapja körmenet elmaradt, de archív felvételeinken keresztül felidézzük az ünnepet. Szojka Imre neve minden gútai embernek ismerősen hangzik, hiszen a városban jól működő ruhaüzletet vezet. Hogy neki mit jelent romának lenni, hogyan vélekedik a romák és fehérek közti viszonyról, mennyiben változott meg a cigányság helyzete, ezekről a kérdésekről beszélgettünk vele. Meno Imrich Szojka znie povedome všetkým kolárovčanom, veď v Kolárove vedie prosperujúci obchod s oblečením. Čo znamená pre neho byť Rómom, aký má názor na vzťahy medzi Rómami a Bielimi, nakoľko sa zmenila situácia cigánov, na tieto otázky nám odpovedal. Sok olyan kérdés van, vagy olyan téma van, ami megosztja a társadalmat. Ilyen a
romák és a fehérek, vagy a nem romáknak a kérdése is. Erről a témakörről beszélgetünk Sztojka Imrével, akit Gótán bizonyára nagyon sokan ismernek, hiszen egy jól működő ruhaüzletnek a tulajdonosa, és sok olyan kérdéssel foglalkozott már, ami a romáknak a elővitelével is foglalkozhatna. Amikor a romákról vagy a cigányokról van szó, akkor mindig előkerül, hogy a roma vagy a cigánya a megfelelő kifejezés. Ön hogyan vélekedik erről a kérdésről? Jó napot, és üdvözlöm a kedves gútai nézőket. Hát én szerintem mindegy, hogy romák vagy cigányoknak neveznek minket. Szerintem a lényeg az ember, hogy elsősorban rendelkezzem bizonyos szintű intelligenciával, legyen alázatos, legyen tisztességadó, hogy cigányoki vagy romák. Ez egy jó kérdés amúgy. Én nagyon sokat gondolkoztam ezen, és mindenképpen arra jutottunk, hogy mi romák vagyunk, és nem cigányok. De ha roma, akkor hogy be tudjon épülni ebbe a társadalomba, mindenképpen az alapiskolába dől el. És ha nem szerez megfelelő intelligenciát és tiszteletadást, megjelenést, akkor nagyon-nagyon nehéz jövő vár rá. Én amondó vagyok. Azért fontos kérdés ez szerintem, mert ugye azt mondjuk, hogy van cigány kultúra, cigány zene, cigány pecsenye, vagy cigány táncok. Igen. Ugyanígy azt, hogy roma zene, vagy roma népművészet még nem nagyon hallottam. Csak mindig azt mondják, hogy a cigány zene. Igen, mert ez egy erős kultúrával rendelkező nép amúgy, és nagyon ragaszkodik a kultúrájához. Vannak nagyon nagy eltérések, és óriási különbségek vannak a romák között, szóval életvitelbe is. És az az illető, aki még mindig most is egy kalap alá veszi a romákat, úgyhogy mindegy közösséget, az óriási téved, mert óriási életmódváltás van a romáknál, és óriási különbségek vannak. Hát nézze, ez egy nyitott kérdés lesz én szerintem mindig is, hogy romák vagy cigányok. Én soha nem vettem rossz néven, ha engem cigánnak neveznek. Soha. Én, ha jól visszaemlékszem, soha nem törődtem avval. És én szerintem a életvitelem is arra mutat ki, hogy ha az ember megfelelően meg tud jelenni, és kommunikáció képes az emberekkel szemben, és tud alázatot mutatni, én szerintem mindegy, hogy milyen nemzet. Mert én, mint vállalkozó, soha nem ütköztem falakba azért, hogy én roma vagyok. Említette, hogy nagy változáson megy át a roma közösség is. Igen. Miben változott a romák helyzete, vagy a cigányok helyzete az elmúlt években, úgy általánosságban és Gútán? Igen. Ha én visszagondolok ezekre az időkre, szerintem a vajdaságnak a kialakulása az óriási fejlődőt hozott a romák számára. Például képzeljük el, hogy egymás között a városok rivalizáltak egymással. Úgyhogy ha összejöttek, abból óriási veszekedés és verekedések voltak abból. És a vajdaság megjelenésével, igen, ezt nagyon okosan megcsinálták a régi öregeink, hogy minden városból vettek ki egy olyan illetőt, akinek volt szava a romák között. És ezek az emberek össze voltak hívva, és ez 90-es évektől kezdődött, igen. Miután beköszöntött a demokrácia, ez is elkezdődött a romosságban, hogy minden városban
kineveztek egy vajdát, és az a vajda kinevezett maga mellé még ilyen küldötteket. Úgy, mint működik ez a városi szinten a képviselők. Úgyhogy volt egy vajda, és voltak a képviselők. És ezáltal én merem állítani, új korszak kezdődött. Megszűnt a rivalizálás. Új dolog, hogy nincsen részegeskedés, szerintem. És a vállalkozási szellem is nagyobb lett, én szerintem. Gótán nagy probléma az, hogy sok romát vagy cigány közösséget költöztettek be az elmúlt években. Hogy említettük, vagy kérdeztem, az általánosságban változott-e a romáknak a helyzete Gótán, de azóta mennyit változott a romák és a fehérek közötti viszony, hogy ezek a, így mondom, nem Gótán szocializálódott romák is bekerültek a közösségbe. Igen. Ha egy kicsit megnézzük, valójában Gótáról beszélünk, ugye? Olyan réteg, olyan roma réteg költözött ide Gótára, akik sajnos nagyon szegény családokból származnak. És azért van óriási különbség a góta és a bevándorló romák között, mert a gótai romák valamilyen szinten mindig is rendelkeztek bizonyos egzisztenciával. Munkások voltak, törekvőek voltak. Mindig azon voltak, hogy jobb életet teremtsenek a gyerekeik számára. De viszont ezek az illetők, akik bejöttek, és valójában gazdagítsák ezt a roma kultúrát, én azt hiszem, hogy rengeteg idő kell ahhoz, hogy ők fölnőjenek a roma, a gótai romasághoz. Jeleket látunk, hála jó Istennek, hogy a többsége elhelyezkedett és el tudott helyezkedni annak köszönhetően, hogy nagy ez a munka lehetőség, és nagyon sokan ének vele, és én azért mondom, hogy utóbb belül, hála jó Istennek, én úgy látom, hogy föl fognak tudni zárkózni, mert mindenképpen a pénz a lehetőség arra, hogy ha az a bizonyos összeg létezik egy családi kasszába, azzal valamilyen szintet el tudnak érni. És én, ahogy észrevettem, ezek az emberek általában sajnos bért fizetnek a lakásokért, házakban, amit beköltöznek. És az nagyon visszaveti őket, én szerintem, a fejlődéstől, azt, hogy egyik bizonyos lépcsőfokon túlessenek. Az visszafogja sokáig őket, de én bízom benne, hogy látva a gótaiak életszínvonalát, hogy ők is törekedni fognak arra. Tehát végülis van esély arra, hogy szocializálódjanak olyan szintre, mint a gótaiak. Kicsit térjünk vissza a múltba, amikor ön volt kicsi vagy gyermek, tehát a rendszerváltás előtti időszakról beszélgetünk még. Milyen volt a gyermekkora? Milyen volt romának lenni? Teljesen más. Az biztos. Óriási különbség. Óriási változás van a romákban. Azt visszavetítve, amit gyerekkoromban láttam és átéltem, a mai gyerekek luxusban nőnek föl. Én a gótaiakról beszélek. Gyerekkoromban mi maradt meg, Úristen, azok erős telek, ami még ruházkodás sajnos akkor luxusnak számított, igen. És óriási különbség volt a fehérek és a romák között. Ez tény. Ezt ki kell mondani, ami igaz, az igaz. Óriási különbség volt. De aztán ezek az emberek úgy, mint mink, hogy fölnőttünk a nagy szegénységbe. És jött ez a rendszerváltás, én szerintem nagyobb elánnal kezdtek bele az életbe, és ők mindenképpen nagyobb volt a elszántság bennük az iránt, hogy a gyerekeiknek biztosabb jövőt biztosítsanak. És én szerintem abban a rendszerben, aki
kellőképp ruházatot biztosított a gyerek számára, és tisztaság, úgyhogy ha tisztán meg tudott jelenni egy roma gyerek az iskolába, az egy nagy dolog volt én szerintem. Igen. Hol éltek? Volt-e elkülönített városrész? És milyen körülmények között? Azt azért meg kell említeni, hogy az én apukám az első között volt, aki bizony faházból átköltöztünk téglaházba. Mink a Ozada Dankó Pistával szembe laktunk a Víhodnába. És hát igen, ezek a gyökerek, az, hogy az ember meghatározó, hogy milyen szülők mellett nő föl. Ez tény is igaz, hogy én nekem olyan szüleim voltak, akik építkeztek. Én 67-ben születtem, és árvíz után a lovári romák között óriási különbség lett. Szóval ott kezdődött ez a fölzárkózás a társadalomban. És akkor én 67-ben születtem, én akkor születtem, amikor már egy szép, gyönyörű házba nőttem én föl. Egy falazott ház, fürdőszobánk volt, ami óriási volt. És én visszaemlékszem arra időre, amikor kezdtem nőni, és az apukám ma akkoriban is állatokat tenyésztett. Volt külön virágos kertünk, amit, hát ez újdonság volt. Volt virágos kertünk, volt gazdasági udvarunk, volt veteményesünk, amit gyerekkoromban az apukám én rám bízott. Úgyhogy én gondoztam a veteményest és a virágos kertet, de ők gondozták az állatokat. Szóval én nekem a szüleim, hála Istenek, ma olyan van, törekvőek voltak. Hát igen, volt különbség akkor is, és szembe, valójában a Pérónak szembe nőttem én föl. És nagyon-nagyon nagy segénység volt, óriási. De a én szüleim gondoskodtak rólunk, nagyon. És ő törekvéseiknek meglett az eredménye. Mert mindegyik gyerekünk, mindegyik testvérünk felnőttként családföntartó lett, és én merem állítani, hogy hasznos polgára lett ennek a társadalomnak. A Gútán több évszázada élnek itt a cigányok. Milyen régi családok laktak itt? Vannak-e olyan nemzetségek, tehát hogy több évszázadon keresztül itt éltek, mivel foglalkoztak? Ugye tudjuk, hogy nagyon sok muzsikus cigány van, vagy volt. Igen. Mennyire voltak ők összetartóak? Én szerintem a muzsikus cigányok azok mindig más réteget képeztek. Szerintem azzal ők, hogy tudtak zenélni, ők hamarabb tudtak egzisztenciát teremteni. És azért fejlődtek ők hamarabb, és épültek be a társadalomba ők. A mi lovári romáink hajszik, hanem egy család leszármazottjai vagyunk. Szinte lehetetlen. Ez így van. Egy család és a testvérek gyerekeiből vagyunk mi. Valójában állattenyésztéssel foglalkoztak. Státnikban, valójában a szociálat munkanélkül nem volt, mindegyik dolgozott valamilyen szinten. Hát a asszonyok háztartásban laktak, vagyis háztartásban éltek, de azt tudom, hogy szegénység volt, igen, de az összetartásról ez egy népcsoport, ugye valójában lovári romák most is összetartóbbak. De viszont 90-től, ami következett, az egy olyan dátum volt, amely lehetőség arra, hogy igenis, aki tehetség arra, hogy megmutassa, hogy ő többet is tud. És valójában elindult ez a lovári romák közötti különbség is.
Aki tehetséges volt, az mindjárt váltott, és vállalkozó lett. A összetartozás, igen, a összetartás a romák között most is megvan valamilyen szinten, de nem azon a szinten, ami volt valamikor. Mert az élet is produkálja az életvitelt. Szóval olyan gyors életet élünk, hogy nincs annyi időnk összeülni, mint valamikor. Rengeteget esténként összeültek és tárgyaltak, és beszélgettek az emberek. Bizonyára ez nem csak a romák között van, hanem a világban is. Szerintem egyre kevesebb idő jut a családra is. És akkoriban több idő volt mindenre. De azzal, hogy 90-től a romák, a lovári romák elkezdtek vállalkozni, amúgy sok idejük a családra nem jut. Én magamról tudom, hogy reggel elrendezzük a dolgainkat, és este találkozunk a gyerekeinkkel. Úgyhogy a életviteltől is függ az, hogy mennyire tudunk összeülni mi romák valójában ebben a világban. Említette, hogy a lovári cigányok egy család igazából. Igen. Ezt ha gútán nevesítjük, akkor ez a sztoika család? Ez így van. Igen. Egy házas pár leszármazottja van. Szóval ők unokáik vagyunk. Én ennek utána néztem, és nem akartam elhinni, de ez valójában így van, hogy egy házas pár is annak a sok gyereke lettünk mi. Igen. És hát Istenem, valamikor 7 gyerek volt minimum egy roma családban, és most a legtöbbnél 2 van. Úgyhogy nem igaz az a állami statisztika, hogy egyszerűen valamelyik politikus mondta, hogy egyszerűen elárasztanak minket majd a romák, ez messze nem igaz. Aki szocializálódott és próbál beépülni ebbe a társadalomba, az egyszerűen észrevette azt, hogy sok gyerekkel erre nincs rá esélye. Hát igazából, most nem vitatkozni akarok ezzel, de ha megnézzük, most ugye mi a gútai romaságról beszélgetünk, de ha megnézzük a keleti és tényleg mély szegénységben Igen. élő roma Igen. családokat, akkor Igen. viszont igaz, már sokszor 6-7-8 gyermeket nevelnek. Ez az, amiről beszéltünk, hogy nem lehet egy kalap alá venni az Igen. egész társadalmat. Viszont a beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy kitalálták a vajdaságot. Gúta, most mi a helyzet a vajdasággal? Van-e gúta, és mennyire tudja betölteni azt a szerepet, ami valamikor a történelem során megvolt, hogyha van egy vajda, akkor ő rendet tud teremteni a Igen. romák között. Igen. Visszatérve erre a keleti kérdésre, én is csak tévéből tudom és látom, nézzük a híradót minden nap, én ha nem látom, nem hiszem el, hogy milyen körülmények között laknak ott a romák. Óriási különbség van a régiókban. Rengeteg óriási különbség van. És Tóth Imre volt polgármesterünk, ezt nagyon sokszor mondogatta nekünk. És én azt hittem, hogy mindig csak bókol, hogy uram, nézzen körül az országba, soha nem felejtem a szavait, és a én szavaimat fogja mondogatni mindig, hogy a mi romáink sokkal különböznek a többi romáktól. És ez ebben nagyon igaza volt. Óriási különbség van a tőzsgyökeres gútaiak és már Komárom között. Vagy vegyük a gyallaiak és gyallaiakat, vagy a szémelyeket, vagy a naszvadiakat. Másképpen veszik a dolgokat. Szóval sokkal nyitottabbak a gútaiak. A másik kérdés az mi volt? A vajdaság. A vajdaság, igen. Van vajdánk. Mindenképpen van, legyen is. De bizonyos szinten ez is változott. A hatásköre változott valójában. A hatásköre. Nőnek ezek a fiatalok, és bizony ott is tapasztalható, hogy nem nagyon hallgatnak a vajdákra. De a mi korosztályunk igenis akceptálja, és elismeri a vajdaságot. Igen. Még a végére kérdezném, hogy mit gondol?
milyen lehetőségei vannak egy kisgyermeknek romaként, hogy szocializálódni tudjon, vagy tanult ember lehessen ő is, hogy nyitottabb legyen a világra, vagy hogy előrébb tudjon lépni? Szerintem minden az óvodába dől el. Ha ott el van hanyagú vagy roma gyerek, azzal, hogy ő roma és romának született, már szerintem megmondom őszintén, azzal ő hátrányba került a társadalomba. Mert megvan a képe mindenkinek a romasságról. És ha ott az óvoda, ha óvodai éveket kihagyjuk a roma gyerekeknek, az szerintem az egy óriási lemaradás a gyereknek. Az biztos, hogy hátránnyal fogja kezdeni az alapiskolát. És én ezt nem könyvből mondom, hanem én ezt átéltem. És mindig is azon voltam, hogy a gyerekeim óvodába kezdjenek. És hála Istennek ez meg is adatott nekik, és én merem állítani, hogy példaértékűek lehetnek a gyerekeink. Az, hogy a én lányom fodrász lett, a imi fiam az most négycsillagos szállodát vezet a osztrák Alpokba, és minden az iskolába dől el. És a mai szülők, ha nem fordítanak, és az összes erejüket összekör, hogy vessék, hogy a gyerekeiek tanultak legyenek. Mert óriási leszakadás van a romák között. Az a bizonyos 10%, az a mély szegénységben élő réteg, az biztos, hogy megmarad a világban. A romák között is. Az a réteg biztos, hogy létezni fog. Csak tenni kell azért, hogy minél kevesebb ember legyen. És az iskolával kezdődik itt minden, mert nyíltabb lesz a világra, kinyílik előtte a világ, másképp lesz a gondolkozása, ha iskolába fog járni. Mindenképpen. Tehát mindenképpen azt javasolja a szülőknek, hogy tanítassák a gyermeket. Ez így van, és mindenképpen én mindig azon voltam, hogy mert az én szüleim tudatlanok voltak. Nem nagyon volt lehetőségük iskolába járni. Én mindenképpen tudtam már gyerekkoromban, hogy én legalább középiskolai végzettséggel kell, hogy rendelkezzek, hogy valamilyen szintű tudást átadjak majd a gyerekeim számára. És hajszik, hanem ezt már gyerekkoromban én ezt tudtam. És igenis, ez valójában így is van. Elsőnek arra törekedni ezeknek a szülőknek, hogy mindenképpen legalább középiskolát végezzenek azzal, hogy a gyerekeiknek megfelelő életszínvonalat biztosítsanak. Mert ha szakmát tanul, én szerintem bizonyos összeghoz hozzá tud járulni ahhoz, hogy a gyerekeik tanultabbak legyenek. Mert mai szakmunkás én szerintem nagyon szép színvonalat tud élni. És azt, ha elérik a szülők, mint mi elértük, én szerintem többet tud adni a gyerekeiknek, és én szerintem sokkal magasabb szintre jutnak el majd ezek a gyerekek. Köszönjük szépen! Én köszönöm igazán! Už 7-krát tu bola možnosť získať putovný pohár vo westernovom jazdení. Príležitosť na to mali tí súťažiaci, ktorí 5. júna navštívili Kolárovský Sekereš Ranč. Spomedzi prihlásených jazdcov zo súťaže viacerí odstúpili, deň však napriek tomu uplynul v príjemnej atmosfére. 7. alkalommal szerezhették meg a vándorserleget Western lovagvásban azok a versenyzők, akik június 5-én ellátogattak a gútai Szekeres Rancsra. A bejelentkezett lovasok közül sajnos többen is visszaléptek a versenytől, de a nap így is jó hangulatban telt.
1920. június 4-én írták alá délután 4:30-kor a trianoni békeszerződést, az első világháborút lezáró Párizs környéki szerződések részeként. A szerződő felek Magyarország és a háborúban győztes Antant szövetség hatalmai. A békeszerződés meghatározta Magyarország új határait, és sok kis multinacionális államot hozott létre az osztrák-magyar monarchia helyett. Gután is megemlékeztek a trianoni szerződés aláírásának 101. évfordulóján az első világháborús emlékműnél, ahol az emlékezők elhelyezték a tisztelet és emlékezés koszorúit és gyertyáit. Beszédet mondott Gőg Mihály. Stábunk délelőtre a Korvin Mátyás alapiskolában tartott megemlékezésre kapott meghívót, ahol a diákok méltó műsorral emlékeztek meg az évfordulóról. 4. júna 1920 po obede o pol piatej bola vo Versailles podpísaná trianonská mierová dohoda ako súčasť mierových zmluv z okolia Paríža, ktorými bola ukončená Prvá svetová vojna. Zmluvnými stranami boli Maďarsko a spojenci víťazných mocností. Mierová dohoda určila nové hranice Maďarska a vzniklo vďaka nej mnoho malých multinárodných štátov namiesto pôvodnej rakúsko-maďarskej monarchie. Aj v Kolárove si pri pamätníku Prvej svetovej vojny umiestnením pamätných vencov a zapálením sviečok pripomenuli 101. výročie podpísania trianonskej mierovej dohody. Michal Gök sa prihovoril prítomným. Náš štáb dostal pozvánku na spomienkovú slávnosť, ktorá sa konala predpoludním v základnej škole Mateja Korvína. Žiaci si výročie pripomenuli dôstojným programom. Köszönjük, hogy ezen a héten is a Guta TV adását nézték. Találkozunk a jövő héten is. Ďakujeme, že ste si vybrali vysielanie Guta TV. Tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň. Kedves gyerekek, tanítónénik, tanítóbácsik, mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök, iskolánk, a Korvin Mátyás Alapiskola rendhagyó honismeret, környezetismeret, történelem és irodalom óráján. Az európai, de talán a világtörténelemben példátlan dolog történt 101 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én, 16 óra 27 perckor. Párizsban, a Trianon palotában aláírták a trianoni békeszerződésnek csúfolt diktátumot, amely Magyarországra nézve súlyos területi és emberi veszteségeket hozott. A következmények ismertek. Elzárták az országot a létfontosságú nyersanyagoktól, vasútvonalaktól, gyakorlatilag lefejezték az országot. De ilyen körülmények között is a csodával határos módon Magyarország talpra állt, köszönhető a magyar emberek áldozatvállalásának és összefogásának. A történelemben ismét bebizonyosodott, hogy csak egymásra számíthatunk. Úgy az országban, bárhol, mint szűkebb hazánkban, itt, Gútán is. Ma tartjuk a Nemzeti Összetartozás napját. Ez a nap jó alkalom közösségünk és nemzetünk szorosabb összefogására. Nincs más választásunk, mint hogy múltunkra emlékezve éljünk a jelenben, és tekintsünk a jövőbe. Történelmünk fájó fordulópontján, az emlékezés mellett, a jövőt tartva szem előtt, arra kérek mindenkit, továbbra is fogjunk össze nemzetünk igazi közösségé formálásában. Mert elcsatolni lehetett, elválasztani nem. Ha összejövünk, az a kezdet. Ha összetartunk, az a haladás. Ha összefogunk, az a siker. Köszönöm, hogy együtt emlékezünk. Most pedig fogadjátok szeretettel iskolánk tanulóinak műsorát. Hazám, hazám, édes hazám, bárcsak határidat látnám. Látom füstjét, de csak alig, és az ég alatt sötétellik. Édesanyám, gyújts gyertyára, hozzád megyek vacsorára. Forrálj nekem édes tejet, apríts bele lágy kenyeret. Édes volt az anyám teje, keserű a más kenyere. Keserű és savanyú is, néha-néha siralmas is. Fölmegyek én egy nagy hegyre, annak is a tetejébe. Onnan nézek hazám felé, édesanyám háza felé. Minden falu édes hazám, minden asszony édesanyám.
minden szép lány feleségem, kivel a világomat élem. Hozd fel Isten azt a napot, hogy süsse fel a harmatot. A harmatot a mezőkről, a bánatot a szívemről. Napom, napom, fényes napom, süss még egyszer világoson. Nem mindenkor homályoson, hogy hazámat ne sírassam. Erdő, erdő, de magos vagy, édes hazám, de messze vagy. Ha az erdőt levághatnám, édes hazám, megláthatnám. Isten áldja meg a magyart, tartson élted, míg e föld tart. Paradicsom hazájában éljen, mint hal a Dunában. Magyarország az én hazám, neked szült és nevelt anyám. Százesztendő nem a világ, éljen a magyar szabadság. Yeah.
Babics Mihály, áldás a magyarra. Ne mondjátok, hogy a haza nagyobbodik. A haza egyenlő volt mindig. Ezer év óta már, és mindig az marad, mert nem darabokból összetákolt darab. Egy test a mi hazánk, eleven valami. Nem lehet csak úgy darabolni, vagdalni, toldani. Máskor is hevert már elkötözött tagokkal, zsibbattan alélt a balga erőszakkal, de mihelyt fölengedt folytó köteléke, futni kezdett a vér, elapadt erébe. Visszakapta, ami soha el nem veszett. Nagyobb nem lett avval, csak egészségesebb. Lám, igaz jószágunk visszatér kezünkre, bár a világ minden fegyvere őrizze, mert erős a fegyver és nagy hatalmasság. De leghatalmasabb mégis az igazság. Útja, mint a Dunánk és csillagok útja, nincs ember, aki azt torlaszolni tudja. Él a nagyisten, és semmi sem megy kárba. Magyarok lettünk, magyarok se lettünk pusztulni hiába, hanem példát adni valamennyi népnek, mi görbék s biztosak pályái az égnek. Ebből tudhatod már, mi a magyar dolga, hogy az erős előtt meg ne hunyászkodna. Erős igazsággal az erőszak ellen, így élj, s nem kell félned, veled már az Isten. Kelnek a zsarnokok, tűnnek a zsarnokok. Te maradsz, te várhatsz, nagy a te zálogod. Zsibbad a szabadság, de titkon bizsereg. És jön az igazság, közelebb, közelebb. Tisztelt egybegyűltek, mindenkit tisztelettel köszöntök itt az első világháborús emlékműnél. A trianoni békeszerződés aláírásának 101. évfordulóján. Én most megkérem régi, hosszú évek során volt képviselőtársamat, a magyar vitézi rend tagját, Gőg Mihályt, hogy ossza meg velünk emlékező gondolatait. Tisztelt barátaim! Immár közel két évtizede, hogy minden évben ezen a napon eljövünk ide a hazájukért, vérüket és életüket áldozó magyar hősök emlékoszlopához, hogy megemlékezzünk erről a nemzetünket ért legnagyobb tragédiáról. 101 éve ezen a napon történt, hogy a Párizs melletti Versailles Trianon nevű tükörtermében a győztes antant hatalmak képviselői kényszerítették a Bernard Ákos vezette magyar delegációt ennek a szégyenletes békediktátumnak az aláírására. Ez a rablóbéke, paktum Európa, és talán nem túlzás, de a világ újkori történelmének is egyik legnagyobb szégyenfoltja. A történelem folyamán háborúban vesztes nemzetet még nem büntettek, nem aláztak meg ennyire. Azt a Magyarországot kiáltották ki a háború okozójává, akinek semmilyen politikai vagy gazdasági érdeke nem fűződött ennek kirobbantásához, és akinek miniszterelnöke Tisza István egyedül próbált meg érvelni és szavazni a szerencsétlen szarajevói merénylet után alig két héttel összehívott bécsi minisztertanácsi gyűlésen. Persze, miután belekényszerítették az országot a háborúba, Tisza miniszterelnökként nem tehetett mást, mint lelkesítő beszédekkel támogatni hadba induló magyar honvédeket, amiért később rásütötték a háború támogatója jelzőt. Nem a magyar bakák hősies helytállásán múlott, kik közül soknak nevét ezen az oszlopon is láthatjuk, hogy a kiegyenlítetlen erőviszonyok közepette Magyarország elveszítette ezt a háborút. Már a háború kimenetele is elgondolkodtató, hiszen Németország már 1916-ban fegyverszünetet kért,
Ezt azonban az országok felett álló pénzhatalmi szervezetek, akik a világ sorsát akkor és azóta is irányítják nyomására, nem fogadta el az Antant. Az, hogy Európa térképét így átszabják a kárunkra, abban természetesen a Magyarországot körülvelő úgynevezett kisantant országok politikai képviselőinek volt a kulcs szerepe. Élükön az ármánykodásban és hazudozásban kiemelkedő, akár olimpiai aranyérmet érdemlő Masaryk és Benes által vezetett cseh politikusokkal. Ebben a zenekarban a balkáni politikusoknak csak másodhegedű szerep jutott. Az említett urak a háború alatt talatti emigrációjuk folyamán kihasználva mindenféle szabadkőműves és egyéb kapcsolatukat, igyekeztek a győztes hatalmak politikusait a döntéshozatalban befolyásolni. Persze, munkájukat megkönnyítette az a politikai káosz, ami a háború végén Magyarországon uralkodott, és aminek főszereplői azok magukat liberális és baloldalnak valló politikusok voltak, akik méltó elődjeik voltak jelenlegi utódjaiknak. Nagylelkű feleségével, Andrássy Katinkával, a Vörösfok grófnővel munkásoknak és parasztoknak földet osztogató Károlyi Mihály. Persze azt már kevesen tudják, hogy ezekre a kápolnai földekre korábban nagyértékű bankhitelt vett föl. Meg a kolozsvári munkások pénzét elsikkasztó, bűnözőből hős forradalmárá váló Kun Béla, akinek szakértői kormányának tagjait egyik beszédemben felsoroltam. Szépen hangzó magyar családi neveik után megemlítve az eredetit is, amiből nyilvánvalóvá vált származásuk. Na, kaptam is utána hideget-meleget, megvádoltak irredentizmussal, nacionalizmussal, antiszemitizmussal, nem először, és talán nem is utoljára. Sajnos ilyen politikai előzmények után, amik az akkori Magyarországon voltak, hiába próbálta meg az akkori magyar miniszterelnök Huszár Károly által Párizsba küldött magyar delegáció jobb belátásra bírni a döntéshozókat. Aponyi Albert, mint a küldöttség vezetője, remek beszédet mondott. Észérvekkel és valós történelmi, valami statisztikai adatokkal megcáfolva ezzel a kisantant politikusainak hazudozásait, népszavazást kérve számos vitatott terület sorsáról, amit az Antant korábban, például Karinti esetében jóvá hagyott. Itt azonban elsősorban az említett urak jóvoltából az Antant országok és annak vezetői Clemenceau, Orlando, Lloyd George és Wilson nem kegyelmeztek. Bár mind Lloyd George, mind Orlando hajlottak volna némi kompromisszumra, azonban a franciák vezetői Clemenceau és az Egyesült Államok nevében Wilson, aki ezért béke Nobel-díjat kapott, kérlelhetetlennek bizonyultak. Bár Aponyiék nem voltak hajlandóak aláírni a diktátumot, pár hónappal később ezt a hálátlan feladatot a Bernard Ákos vezette küldöttség volt kénytelen végrehajtani. 1920. június 4-én 16 óra 30 perckor. Csütörtökre esett a gyászos nap, másnap az ország gyászba borult. Az iskolák zárva maradtak, a gyárak leálltak, az újságok gyászkeretbe jelentek meg, a szirénák és a harangok megszólaltak. Megtörtént, amit Vörös Marti Mihály 185 évvel azelőtt gyönyörűen megírt. S a sírt, hol nemzet süllyed el, népek veszik körül, s az embermillióinak szemébe gyász könnyül. Mint egy 20 évvel később, az első és második bécsi döntés után, felcsillant ugyan egy időr újra a remény az elszakított országrészekben, a magyar szívekben, hogy utána annál áldázabban sújtsanak le ránk ellenségeink. Mindenféle aljas módszerrel, az állampolgárságunk elvételétől, vagyonelkobzáson és deportáláson át,
egészen a fizikai megsemmisítésig. Bár a módszerek sokat változtak, ha úgy tetszik, finomultak, a lényeg máig sem változott. Szálkák vagyunk mi a mai napig a nemzetállamot építeni szándékozó kisantant országok körme alatt. Ahol lehet, igyekeznek most is zaklatni minket ostoba nyelvtörvénnyel, a benási dekrétumok sértetetlenségét ratifikáló kormánydöntéssel, állampolgársági ellentörvénnyel. A területi elrendezés sem véletlenül jött úgy létre, hogy egy megyében sem lehessen magyar többség. Ha valahol kimerjük ejteni az autonómia, ami önrendelkezés szót, legyen az kulturális, oktatásügyi, vagy ne adj Isten területi, úgy reagálnak rá, mint a megvadult bika a vörös posztóra. Pedig a népek és nemzetek önrendelkedési jogait elvileg a híres Wilsoni 14 pont is garantálja. A jelenlegi kormány politikusai között is akad olyan, aki a magyarokban közbiztonsági kockázatot lát. Bizony, a kilátástalan küzdelmet sokan feladják. Évtizedenként körülbelül 10%-kal fogy az anyaország határán túli magyarság. Nálunk a tényeket a folyamatban levő népszámlálás rövidesen megmutatja. És vajon ennél is mennyivel gyorsabb lenne ez a folyamat, ha az anyaországtól nem kapnánk a sokak részéről irigyelt és bírált támogatásokat. Hiszen nem titok, hogy sokkal könnyebb Romániában románként, Szerbiában szerbként, vagy Szlovákiában szlovákként érvényesülni. De vajon azok az elődjeink, akik nem a könnyebb utat választották, és dacolva a deportálás fenyegetésével nem reszlovakizáltak, vagy ezek a hősök, akiknek nevei ezen az emlékművön olvashatók, vajon a feltámadnának, vagy csak hitünk szerint valahonnét letekintenének ránk, kit becsülnének jobban? Azt, aki könnyebbnek vél boldogulása érdekében asszimilálódott, vagy azt, aki dacolva a megpróbáltatásokkal nem tagadta meg ősei hitét, kultúráját, nyelvét. Reményeim szerint talán még a történelem egyszer igazságot szolgáltat. Ezért, akik nem először vannak jelen ezen a rendezvényen, tudják, hogy beszédemet hagyományosan mindig a magyar hiszek eggyel zárom, és kérem, aki együtt érez velem és tudja, az mondja velem. Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Magyarország feltámadásában. Amen. Köszönöm Gőg Mihály gondolatait, és a bevezetőben pedig Zöldi Rékának gyönyörű szavalatát. Most pedig megkérem a tisztelt egybegyűlteket, hogy az emlékezés és a tisztelet koszorúit és gyertyáit helyezzük el az emlékműnél, majd amikor ezt elhelyeztük, akkor közösen énekeljük el nemzeti imánkat, a himnuszt. Nekét reád maradt örökös örökség. Dúljon tatár, jöjjön török vész, sarjad mégis él, te igában is szabad lelkű túri vadék. Eljön-e újra, mi elmúlt rég, álom volt-e a szép remény, lobban-e még az a gyertyafény, az elesett hősökért, mert az a nép még mindig él. Elmúlt csendben kemény ezer év, vajon éle még az a féktelen örökké büszke hév?
esett hősökért, mert az a nép még mindig él. Mert az a nép még mindig él. Hősökért, mert az a nép még mindig.